halmozni, hogy egy-kettő kell simma a pityóka, hanem késsel. Ja. Mert vannak olyan gépek, amelyek szurkálja, mint az izét a... Micsoda? Néhány-néhány lyukak vannak rajta. Ja. És akkor azt csak abban kell halmozni. Le kell válni a félpityókának a fél felét. És aztán ha valamelyik vedérben benne marad a haj, aztán majd megfőződik a tyúkok. Tyúkok megeszik? Tyúkok megeszik? Hát ha a pityók olyat, hogy ne enném meg. De az még az embernek is jó, nem? De azt tatáig főzték ki a háborúba. Mi? Főzték ki a háborúba a pityók a hajat. Mi főztük eleget. Igen? Mostuk főztük. És még miket csináltak? Mit ettek ott? Teknős békát. Azt érte? És azt hogy? Izé. De azt hogy? Azt a nagy madarokot. Milyen madarok? Szarka. Azok, amiket repkeznek, azok a fekete madarok. Mi? Szarka? Olyan varjú szarkát? Nem tudom, hogy hívták azokat a madarokat. De ez hogy lehetett elkapni? Mivel hogy lehetett elkapni? Csapdát csináltak neki? Vagy persze. Hogy? Na lássuk. És akkor a leves, levesből kéne szépen, hogy a vasút mellett lavodalt tettünk. Azt a füvet, abból főzték a levest. Uh-huh. Laboda az milyen fű? Az itt most van egyébként? Hát az olyan, mint a... Hát én nem tudom, hogy itt nem láttam sehol. Lehet, hogy van. És akkor hogy hiakoltunk? De a teknősbékat hogy nyúztak még? Csináltunk ide 200 osztegből, hogy hiakolt? Kést. Kést, és ahol levettük ott a hátat. A csont. Igen, igen. Hát az kemény, azt nem lát. Mindegy. És akkor csináltunk kérde szépen ugyanúgy kést, mert kést nem volt szabad használni a lágerba. Kést. Szegből csináltunk ilyen, ne. Addig kalapáltuk kővel, egyik kővel, a vázikkal, amely kérlek szépen egyenes lett. És akkor a kőhöz hozzászorultuk, és az vágott. És azt nem vették el, hogyha látták, hogy mondjuk esetleg hát valakinek... Az őr nem, az őr az nem foglalkozott, a sajnálta fogjuk ott az őr. Igen? Volt, amelyik sajnálta, volt, amelyik meg is várt. De amikor 16 mélyen ástunk. 16 méter mélyen? 16 mélyen ástunk a gazdagat ástunk. Vízvettető gazdagat. És fel a izére, hogy mondják, ilyen állványok odakára dobtuk fel, és önnet a másik dobta, a másik. Addig, amely kiért a tetejére. Azért? Csináltunk ilyen vízvettető gátokat. Igen, igen. Mert a víz nem is tudom, hogy is volt, hogy bár hogy. És a lágerbe aztán, a lágerbe úgy volt, mint itt a, hogy hívják, az útszélek ki van rakva kővel. Végig, mint itt is. Csak kővel helyette kirakva. Igen, igen. Ott benne a lágerban volt, dolgoztunk, laktuk a követ, és a poloskákat öltük, ami ett meg minket éjjel. Anyult a poloska, hogy öltek meg. Éjjel, mikor éjjel viszketett, megdörzsöltem, most reggel almultál, mint az a víznek. Olyan vörös? Olyan vörös voltál. A vértől. Ja, már szívta a vértől. Öltek meg őket. Azt a kutyakát. És mennyi ideig volt összesen? Tatom. 3 év, 8 hónapot voltam Oroszországban. És ez helyileg hol volt egyébként? Mi ez? Milyen nagyvároshoz volt közel? Mi? Milyen nagyvároshoz volt közel? Hogy hívták a várost? Vagy falu? Hogy is hívták? Suédió. De az orosz hegység, vagy az Ural hegység mellett volt, nem? Tiflisben voltunk. Tiflis. Uh-huh. Szóval úgy emlékszem, Tiflis volt az ideje. A város, ahol voltunk. Igen, igen. Hát amikor jöttünk, hogy ezt az aljak mindenféle, mikor jöttünk haza, hát én is ezt vissza beszélek. Mikor jöttünk haza, kérdezte az vagonbiárt, hogy de ezek az emberek ma most mindenki megy haza. Akkor kérlek szépen, aki kellett volna felüljön a vonatra, akkor halt meg. Falun beli volt. Meghalt. Tórjai. Meghalt ott. Ott halt meg. Örömiben meghalt. A szívbajt kapott? Annyira hát, megőrült? Hát ki tudja mit őt. Összeesett, meghalt, kész. A maradt, a többi ment. És kérdeztek, hogy ki már akar menni. Mert a vonatok úgy jöttek, hogy egyiket árába, arra vitték a maradt. Azt mondták, egyfelé vigyenek, aztán mi elmenjünk, ha már akarunk. Csak épp a lágerból megrabadunk. És az hogy volt, amikor Tata-nak hazaküldték a levelet, hogy Tata
meghalt. Mi? Hogy Tata meghalt, és itthon csinálták a tort. Már levelet hazaküldték. Volt ilyen? Hát azt a hölgyhívják voltak itt. Ja, küldtek ilyen. Ahogy mentünk, bittek mindenfelé, az újság írt örökké. Igen, igen. És aztán nekem megvan a... Hogy igen, hát ezt mondom. Mi? Ezt mondom, hogy Tatának ki volt írva az újságban, és minden is itthon csinál. Most is megvan az a papír. Ott valóra kazetta, ahol megtaláltok, ha megéritek. Én nem érem meg, de megvan kérlek szépen, hogy hol vagyok, hogy meg vagyok holva. Én el vagyok, te várt már ma rég. És akkor az hogy volt, hogy volt a lágerben egy vakló? Vakló volt kérlek szépen, és volt amellett egy orosz, aki kérdezően deszka koporsóval, nagyba, mint itt, ahogy szokták, csak ilyen fekete deszka volna. Abban úgy, ahogy meghaltál, az ágyból kivettek így, ahogy voltál, vagy amilyen ruha volt, az övék. Abban beletettek, és vittek a temetőbe. A többi, aki hogy hívják volt, az ásta gazdat kinn, ahova vittek. Igen, igen. A lábujatra kötték egy pléjet, hogy ki volt. Dök cédula. Dök cédula. Hogy ki vagy, hogy hívnak. És akkor kérlek, valahol helyeken kerültünk, hogy nem lehet ásni, meg sok volt a kő. Aztán ahogy tudtuk, úgy ástuk már az őr, csak az hajtott, hogy hajtani. És reggelre sokára kiszedtek a gödörből. Hallottak? Hallottak ott, már akit. És akkor kérlek, lerágták a vajakázit, vajalávacsok. Mikor máskor mendékkel általában láttad, hogy egyiknek a kezem, másnak a lába lók ki a főd alul. Kiráncigálták a sakálok? Kiráncigálták ezek a sakálok. Igen. És télen milyen volt a hőmérséklet? Nagyon hideg volt? Mit? Télen milyen hideg volt nagyon? Olyan vegyes volt, nem volt hideg, nem lett volna, hogy nagyon hideg volna. Lett volna. De voltak az ilyen mínusz fokok? Mi? Mínusz fokok azért voltak, nem? Volt. És milyen barakokban voltak? Ahol el voltak szállásról? Ilyen sárga vászon barakban voltunk. Vászon? Vászon barak. Nem volt izé fő? Az a, hogy nem volt. Nem, ilyen, nem fa? Nem fából, nem. Vászon? A vászonból volt csak. És az ágyak úgy csinálva, mint a katonáknak. Izé, emeletes, három emeletes. Három emeletes. És akkor kérdezve, hogy ételt meghagyta, vagy valamit bétetted a fejedről, hogy nagyon másik megegye. Mert hanem egyik a másikét megették. És hogy volt ez? Akkor már... elmeséltem volt neked, amikor... A kenyeret osztottam. A kenyeret osztottuk, kérdezve, hogy volt egy lemez, egy a műanyag lemez, és azon vágtuk a kenyeret. Voltunk 30-an egy brigádban. Hogy vágtuk a kenyeret, kérdezve, majd te vágod, hónap te vágod, hónap én vágod. Majd téd a kenyér morzsa, hónap az övé, utána az ennyi. És a lágérból kérdezve, ha munkahelyen a munkahadat nem végeztél el, mikor mi mentél, osztottál a kenyeret, csak ennyi. Hát miért? Nem végezted el a dolgot. És ez kihatározta meg a... Nem adták ki az egész az a kenyeret, csak a falit. Igen. Ez kihatározta meg? Az őrök mondták meg, hogy ki mennyire végezte a munkáját? Vagy ki mondta? De, hogy volt ott a vezető, aki vezette a munkát. Orosz. Hát vizvetheti be ott vetét. Mi az tét? Szóval csúfság volt. Én sok. 3 év, 8 hónapot lehúztam. És amikor Tata hazajött, akkor az milyen volt? Milyen volt? Sírtam úgy, mint a... Szóval sem tudtam jutni, mikor otthon megláttam az udvaron a kemence előtt, a süt előtt a nagy kenyeret, amit autóval sütnek. Akkor Tata a rokonokra koncentrált hirtelen mi. A postás jött. Sárjóan túl sokat postás nem kellene. A postás jött, kérdezében, még kézi vásárára jött a vonat, hogy mondták, hogy érkeznek a foglyok. A jött, úgy vártak a faluban, minden jól ki volt a kál, hogy a foglyok jönnek. Mára mennyi volt. Mennyien jöttek vissza körülbelül? Amennyi egyszer a vagomba befért, azokat minden engedték. Csak hogy akiket kivittek oda, abból körülbelül mennyi jött vissza? Tehát mennyien haltak meg, vagy mennyien pusztultak? Hát azt nem tudnám, hogy mennyien haltak meg. De
sokan voltak meg. De az hogy volt, hogy ugye Tata orosz fogságba került, Tatának az édesapja az amerikaiba? Ő amerikai fogságba. Mi volt a különbség? Ő amerikai fogságba volt. Vele találkoztam Magyarországon. Nem is tudom, Sanzba hogy hívták azt a várost. Ahol találkoztam a konyhok mellett, a konyha, ahol főztek, amellett le volt fekve, minket kísértek az oroszok. Jó, vitték a... Az oroszok kísértek, és akkor érdeklődtek, hogy kik ezek, hogy kísértek minket. Jó. És akkor mondták, hogy az is, jaj, hogy megörvendtem édesapámnak, ott találkoztam vele a Sanzba. És mennyi ideig találkoztak? Mennyit tudtak beszélgetni? Hát kicsit csak. Amíg az ő rengette, mentünk tovább. Vittek tovább. És akkor jöttek a falusiak, meg a falukon mentünk keresztül. Hozták ki, tudták, hogy jönnek a foglyok, hozták az ennivalókot ki a helyrépek a kapun, és kenyeret mindenfélét. És úgy, ahogy a brigád ment végig, hanyigálták ki, mert az őr nem engedte, hogy senki semmit adjon. Uh-huh. Amelyeket elkapták, azt jól megvárték az őrök, hogy elvette a kenyeret. És akkor kitették a kapuba, hogy aki, ahogy men, kapja, és viszik magával. Uh-huh. Fekete rigókot annyit tettem az Istennek, hogy... És pityóka hajat, az ilyen pityóka hajat, amit meghalmaztunk a konyháról. Mert a foglyokkal hámoztak a konyhán is. Azt kérde szépen, leöntötték egy két méteres gödörbe a földre, és akkor kérde szépen, hogy hívják voltak? Mi este felé, akkor szürkölött, dodrakszíjal egymás leengedtük a gödörbe, felhoztuk, és tettünk két téglát, és a téglára le az azt a magyar csajka, akkor magyar csajka volt. Az alumínium... A négy szegletű magyar csajka, és ahogy hiakolták. Abban megfőztük, és amíg jött az étel, addig megettük. Van ételeket adtak, hogy meg se lehetett enni. Sokszor annyi halat adtak, hogy abba döglöttél belé. És akkor azt, reggel amikor... Kimártek. Mit? Amit a patakból kimártek, ugye? Miféle? Hát a halat. Hát azt mondod, a... Ők adták azt, hogy honnan szerelték, azt nem tudjuk. Ja. Sok mocskot megettünk. És mennyi napi hány órát dolgoztak? Megetették. Reggeltől estig dolgoztak. Reggel, ha nem mentél ki a kapuba, amire az őr ott volt, oda sorba álltál, oda sorba kellett állni így a kapunál, és ha késtél ki le szépen, amelyik utoljára jött, ont vágtak a hátára, jó! Már elkésett, mert a reggeli ilyen kávé volt, árpából főztik a kávét. Igen. Ilyen nagy kazánok, amint van itt a, izénél a benzinkútnál, vagy az izén, a kína, a vizet, a vizét. Igen, a sörgyalnak. Igen, de a nagy kazánok ott az körbe csapok. Igen. És mindenki kellett igyekezzék, hogy kapjon, mert ha nem kap, akkor mehetett annélkül. Mert ott kellett lenni a kapura, mire az őr jött. Mert az őr ott volt, aztán nem mindegyik volt kegyetlen, de volt amelyik kegyetlen. Volt amelyik azt mondta, ne dolgozz, mikor jön, ott van, én szólok. És közben ő is elömt. És akkor nem volt kiszorosan, csak akkor járt meg, amikor a rab jajgatott, hogy jaj, hogy megütták. Akkor vette észre az őr is. Amit. Ezek oroszok voltak mind a kettő? Mit? Orosz volt ott az egész. És akkor hogy értekeztek? Oroszul vagy? Tata is tudott oroszul? Valamennyit értettem, de nem tudtam én sem. Honnan tudtam volna. A magyarok voltak mind. A tiszteket külön rakták, azokat másképp kezelték, mint minket. Nem úgy kezelték, mint az egyszerű embert, azokat jobban kezelték. És tehát a katonaságban mi volt? Én csak őrvezető voltam. De nem, hát telefonos volt, nem? Telefonos voltam, amikor elfogtak. Jó. És máskülönben is a katonaságnak, aztán voltam. Telefonos. Igen. A hátomon vittem a
azt a mobiltelefont. Aztán már húztak a hátamon volt sorok, gorult le, ment. Mm-hmm. Úgyhogy nem volt kegyetlen az izé. 3 év, 8 hónapot lehúzni. És arra kapok most tiszta véletlenül, beizéltek. Olyan törvény jött, hogy a 118-as törvény alapján ezek, akik voltak ilyen fogságban, 684 lehet adnak most. De ezt a román állam adja, nem? Igen. Most. A magyar állam nem ad semmit. Az nem ad semmit. Az adta volt azt a pénzt, amit annak idején, amit adtam volt mindegyiknek pénzt. Az ja, a kárpótlás. Volt ilyen kárpótlási jegy, nem? Igen. Az volt a kárpótlási. És azokkal igazolom most, ha valamelyiknek valami kell, ahol igazolom, hogy magyarok óta. Magyar óta. Igen. A magyar óta. Szóval... És az édesapja, ő mennyi ideig volt amerikai fogságban? Ő hamarabb hazajött, mint én. És hol volt helyileg az amerikai fogság? Ő másképp a székely határoknél volt, sőt elvitték ott aztán, nem tudom melyik felé, Magyarországon. És azt ott megszabadult valahogy a izétől, a fogságtól. És aztán hazahozták, őket hamarabb elengedték, és én utána mentem, de elhordoztak úgy, hogy mind oda voltunk, mindegyik. Én is oda voltam, akkor még melyik volt ott. De tatalán nem maradt ott testvére? Nem, senki. Mindenki hazajött? Mindenki hazajött. Egyik hamarabb jött, a másik később jött. És tata már körülbelül a hanyadik napig? Én későre jöttem haza. Én 18 éves koromban már katona volt. Katona voltam. Elvittek hamarabb, mint a 23-24 béli, és én 25-ös voltam. Igen. És azokat a... Levente katona volt, nem? Levente katona. Azt elvitték, és aki kelet-orra legyen rendes katona, azt nem vitték el. Azt hanem így. Elvittek minket. De az miért volt? Bátrabbak voltak. Hát akkor így volt a idő. Akkor ilyen volt a rend. Levente katona, úgy hívtak, Levente katona. És a székely határa közé beosztottak, és akkor itt izében Udvarhály felé, hogy hívják. Ott voltunk a barakokban. Nem tudom megmondani, hogy hívják. Ott sok barak volt. Mindegy. Udvarhály. Na, és tehát akkor mennyi ideig volt? A háborúba, tehát a háborúba mennyi időt vett részt, tata? Körülbelül pár hónapot, vagy több időt? Hát én voltam sokáig. Hát mikor vitték el? Nem tudom megmondani. Hát azt mondta, hogy 18 éves volt, amikor elvitték. 25-ben született, akkor 43-ban. 43, elvitte a katona. Igen, és mikor ért haza? Nem is tudom, azért. 1940, nem tudom hányból, nem minden emlékszem, mert volt itt még egy ilyen polgár, aki